Áldás békesség, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a 12. Polgár Lajos emlékverseny megnyitó ünnepségén. Megkérem Katona Gyula Esperes urat, hogy tartsa meg igei köszöntőjét. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, immár 12. alkalommal, mint hallottuk, és mint ilyenkor mindig egy ige olvasással kezdenénk ezt a mai napot is, ahogyan a tanítás során is minden napunkat ezzel kezdjük iskolánkban. A példabeszédek könyvéből a 4. fejezet első versétől a 13. versig terjedő szakaszt olvasom. Ezt a címet viseli az ige szakasz, hogy a bölcsesség felmagasztalja az igazakat. Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra. Mert jó tanúságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat. Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen anyám mellett, tanítgatott és ezt mondta nekem, támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat és élni fogsz. Szerezd bölcsességet, szerezd értelmet, ne felejtsd el szavaimat és ne térj el tőlük. Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd és megoltalmaznak téged. A bölcsességnek ez a kezdete, szerez bölcsességet, és minden szerzeményeden szerez értelmet. Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled. Ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked. Hallgass meg, fiam, és fogadd el mondásaimat, mert megsokasítják életed éveit. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged, jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlasz el. Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle, vigyázz reám, mert ez a te életed. Eddig Istennek írott igéje. 12. alkalommal rendezzük meg tehát Polgár Lajosról, iskolánk egykori igazgatójáról és matematika tanáráról elnevezett emlékversenyünket, és annak idején nem kisebb céllal és gondolattal kezdtük el szervezni az első alkalmat, hogy bizonyára fogják majd ezt a továbbiak is követni. A hagyományteremtés nagyon fontos szempont volt, és láthatjuk, hogy hagyománnyá válhatott a nemes versengés, hiszen ma talán soha nem látott létszámban gyűltek egybe versenyzőink, hogy megméressék tudásukat, ismereteiket. A Bibliából imént felolvasott igeversek a megszerezhető bölcsességről szóltak, ami elsősorban nem emberi teljesítmény, hiszen forrása az örökkévaló Isten bölcsessége. Figyelemre méltó igényben az, ahogyan a Szentíró beszél a megszerzett bölcsesség hatásáról. Nem valami elvont dolgokról szól, hanem a mindennapi életben megtapasztalható, megnyilvánuló, az egész életünket kiteljesítő és átjáró valóságról. Ilyeneket hallottunk, hogy a bölcsesség megőriz és megoltalmaz. Vagy felmagasztal és dicsőséget hoz. Ékes koszorút helyez a fejünkre, ez utalás a győztesnek kijáró győzelmi jelvényre. Hát ki ne szeretne itt most győzni? Nem hiszem, hogy ül itt valaki, aki nem akar győzni. A folytatásban díszes koronáról is hallottunk, amely az uralkodás mindenkori szimbóluma. Végül pedig életünk éveinek megsokasítását is köszönhetjük a bölcsességnek. Ki az, aki nem ilyen életre vágyik, hogy ilyen tartalommal teljen meg az ő élete már gyermekként, ifjúként, vagy éppen érett felnőttként. Nos, éppen ez versenyünk megrendezésének egyik célja, hogy minél több diák ráérezzen arra az oldhatatlan tudásszomra, ami állandó késztetést adhat majd újabb és újabb ismeretek megszerzésére. Szeretnénk, ha minél többen lennétek olyanok, akik nem tehernek érzik a tanulást, hanem olyan lehetőségnek élik meg, amit érdemes folyamatosan végezni, és akár áldozatokat is hozni érte.
Kívánom, hogy az Isten bölcsességét magánviselő teremtett világ megismerésére tett erőfeszítések ezen a versenyen itt és most újra megteremjék gyümölcseiket, melyhez minden kedves versenyzőnek e helyről is sok sikert kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Takásné Szabó Edina tanárnő vezényelte. Tisztelettel és szeretettel kérem polgármester urat, hogy nyissa meg az emlékversenyt. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 12. polgárlajos emlékverseny alkalmában, itt a templomban. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind a 12-szer itt lehettem, és még szerencsésebb helyzetben, hogy engem Polgár Lajos még tanított, vagyunk egy páran, akik személyesen is ismertük őt és munkásságát, aki közel 20 évig volt az iskola igazgatója és nagyszerű matematika tanára. Az a kezdeményezés, amiről Esperes úr az imént beszélt, szárnyba szökkent, hiszen évről évre egyre többen és egyre színvonalasabb produkciókkal mutatkoznak be, méretetik meg magukat ezen a versenyen, ezen az alkalmon, és ez mindenképpen nagyon fontos, nagyon jó. Hát kinek is jó ez? Elsősorban jó a diáknak, mert egyrészt egyszer már kiválasztódott az a csapat, aki itt van az egyes iskolákból, mondhatnám azt, hogy méltóvá vált arra, hogy a tudását bemutassa mások előtt is, tehát már valamiben jobb a többieknél, valamilyen tudományban. Mondhatnám ezzel, hogy mindenki győztes már, hiszen ennek van eredménye. Nem tudom, hogy volt a házi verseny, vagy nem, de nyilván a tanulmányi eredmény alapján kerültetek ide. Jó az iskolának. Mindenképpen, hiszen be is tud mutatkozni a nagy hírű iskolánk egy nap erejéig másoknak is, a vidékieknek is. Nem titkon azzal a céllal, hogy kínálgassa a tudomány területét, és megpróbáljuk megmutatni azt, hogy mit is tud ez az iskola. Erre is alkalom van. Jó a városnak, mert elviszi a hírét a városnak is, az iskola által, hogy egyrészt ilyen rangos verseny van, és mint már most látjuk messzeről is, a Sárospatakiakat is üdvözlöm, talán ők vannak legtávolabbról, talán először itt, de a megyéből is sokan eljönnek. Mindenkinek jó ez, tanároknak is, hiszen a diákjaik számot adhatnak a tudásukról. Egy ilyen verseny mindig izgalmakkal jár, ez az egész életünk egy verseny, tehát mindig megmérettetünk az első perctől az utolsóig. Mégis izgul mindenki, hiszen izgul azért, hogy azt a tudást, amire ide érkezett, át tudja adni, olyan feladatok legyenek, amiket tud. Biztos vagyok benne, hogy mindenki nagyon jól fölkészült. És ugye ezek a szituációk, ezek a versenyszituációk arra is jók, hogy ugye gyakoroljátok, kedves diákok, a megmérettetést a nyilvánosság előtt, a verseny kicsit szorongóbb hangulata közepette, hiszen ilyenre még számtalanszor sor kerül az életben,
és minél gyakorlottabb az ember, annál rutinosabbá válik, így alakul ki aztán a személyiség, és így kerül sor majd aztán a pályaválasztásra is. Én azt kívánom mindenkinek, hogy tudásához mérten jól szerepeljen, ne izguljatok, próbáljatok meg koncentrálni a feladatokhoz. Gratulálok mindenkinek, aki eljött. Ezzel a 12. Polgár Lajos emlékversenyt megnyitom. Köszönöm szépen a figyelmet. Most hallgassuk meg Szilágyi Gábor 11. B-osztályos tanulónk szavalatát. Gábort a fölkészülésében Benstrófné Kecskeméti Krisztina tanárnő segítette. Gyökösi Endre, a boldog mondások margójára. Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek. Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz. Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük. Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük. Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak. Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakontúrástól, mert sok zavartól kimélik meg magukat. Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót. És mindháromban a diófát, mert nem csak néznek, hanem látnak is. Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni, mert megcsendül a csöndjük, és titkok tudóivá válnak. Leborulók, és nem kiborulók többé. Boldogok, akik mentségkeresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel, és örömmel indulnak útjukra. Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba, és nem lesznek magányosak. Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői. Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat, és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben. Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt, és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz. Boldogok, akik jó indulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naívnak tartják őket, mert ez a szeretet ára. Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szeliden szólnak, mert Jézus nyomában járnak. Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük. Ugye a mai napra versenyt hirdettünk. A versenyre készültetek, és a versenyen teljesíteni kell. Sokan is sokféleképpen definiálták már egy verseny hangulatát, én a következő gondolatot ajánlom nektek. Az ember alapvetően versengő lény. A versenyzés pedig lehetőséget nyújt arra, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. Az önmagunkkal szembeni küzdelem erős motiváló erő. De a versenyzés másokkal még ennél is erősebb inger. A verseny zsűri nélkül elképzelhetetlen. Köszöntöm és szeretném bemutatni a zsűri elnököket. A matematika szekció zsűri elnöke Berbai Lászlóné, matematika-fizika szakos középiskolai tanárnő. A természetismeret szekció elnöke dr. Sósni, dr. Héja Gyöngyi, biológia-kémia szakos középiskolai tanárnő. A történelem szekció elnöke dr. Seres István történész, önkormányzati képviselő. Az angol szekció elnöke Makovei Róbert, remélem megérkezett, a Makovei úr, köszöntjük körünkben, ő
szakfordító tolmács, és hagyj jegyezzem meg, hogy az elmúlt napokban Chuck Norris tolmácsa volt. A német szekció elnöke Köteles Zoltán, német, latin, spanyol szakos középiskolai tanár. Ismertetném, igaz már tudjuk, de azért ismételten a nap menetét. Közeledvén a megnyitó végéhez, majd 10 órától kezdődnek a gimnázium épületében a versenyfeladatok, és ahogyan a versenyfeladatok megoldásával végeztek a tanulók, fél 12-től folyamatosan lehet ebédelni, és reményeink szerint legkésőbb 14 órakor eredményt hirdetünk az általános iskolánk hajnalábel termében. Megnyitó ünnepségünk végén hallgassuk meg gimnáziumunk énekkarának szolgálatát. Ők már 3 éve énekelnek együtt, Takásné Szabó Edina tanárnő vezetésében, és mindig szép sikereket értek el, és a kórus tagjai közül többen, egyéniben országos minősítő versenyeken már arany, ezüst és bronz minősítést szereztek, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. Köszönjük szépen! Istenünk, itt hozunk néked mindenünk, itt állunk, várunk rád újra. Kérünk, hogy hallgass meg, hála énekünk, alleluja, hogy hallgass meg, hála énekünk, áll.